hogyan értékelni a mai közgyűlést, illetve az itt megszületett vagy nem megszületett döntéseket? Közgyűlés az gyorsult. Sajnos nem hoztuk meg azokat a döntéseket, amelyeket meg kellett volna hozni. A Fidesz mindig arról beszél, hogy konstruktív, és kiderült, hogy most az ő konstruktivitásuk kellett volna egyik-másik napirendpont megszavazásához, de hogy nyilvánvalóan nem gyakorolták a szóban sokat hangoztatott együttműködésüket. Mert ők ilyenek. De ettől függetlenül mindazok a döntések, amelyek nem hozott ma meg a közgyűlés, azokat október 5-én 9 órakor kezdődő soron kívüli közgyűlésen fogjuk meghozni, hiszen a szervezeti működési szabályzat szerint kezdeményeztük a közgyűlés összehívását, és akkor meg fogjuk hozni például a költségvetésről szóló döntéseket is. Melyek voltak azok a napirendi pontok, amikben leginkább arra számítottak, hogy együtt fog működni a két frakció, és ez végül nem következett be? Hát ilyen volt a költségvetés, azt gondoltuk, mert azok a javaslatok, amiket mi letettünk, azok végig gondolt, végig számolt javaslatok voltak, és nem a bosszúról szóltak, mind az ő által összeállított javaslatok, amik a cégek megszüntetéséről, munkahelyek megszüntetéséről beszéltek, és arról az arra tett indítványt a polgármester, és intézmények áthelyezéséről, mondjuk, hogy a hevesi műfház menjen, költözön át az arénába. Szóval ilyen eszement gondolatai voltak benne, úgy, hogy ezt sem a cégek vezetőivel, sem az intézmények vezetőivel nem egyeztették le. Tehát egyfajta ilyen bosszú hadjáratot folytattak, és ezt költségvetésbe akarták beburkolni. Mi ezzel szemben célszerűségi és valóban számszaki módosításokat tettünk, hiszen elmondtam, melyik melléklet, melyik sorát, milyen mértékben kívánjuk módosítani. Ebben elvártuk volna őtök egy kis konstruktivitást, elvártuk volna, hogy felelősen gondolkodjanak a város érdekében, de őnek egy felelősség gondolkodásuk van, hogy a felelős egyedül az éve frakció mindenben, aztán utána meg ők csak butaságokat beszélgetnek sajnos elég gyakran. Október 5-én lesz a következő közgyűlés. Mire számít az ottani ülésen, amikor már azért teljes létszámban valószínű ott lesz az éve frakció is? Az éve frakció ott lesz, és megszavazunk minden előterjesztést, amit ma nem szavazott meg a közgyűlés értelemszerűen. De azért, csak hozzáteszem, azért nem volt ma teljes létszámban az éve frakció jelen, mert a polgármester szándékosan arra az időpontra hívta össze a közgyűlést, amikor a Vízmű ZRT-nek is közgyűlése van, és ezen az ZRT közgyűlésen az önkormányzati döntésének megfelelően Horváth Jácint elnök úr köteles képviselni a város, tehát köteles ott lenni, innentől meg adott volt, hogy nem lehet itt. Egyébként a közgyűlés korábban úgy határozott, hogy szeptember 29-én lesz a közgyűlés, csütörtökön, mint ahogy szokott is. Polgármester ezzel a taktikával érte ezt el, hogy október 5-én lesz még egy soron kívüli közgyűlés, ahol meghozzuk azokat a döntéseket, amelyeket a tegnapi napon össze nem hívott, közgyűlésen meghoztunk volna. Mi a véleménye a Népkonyhával, illetve a DRV-vel és a Baptista Szeretetszolgálattal kapcsolatban meghozott döntésekről? A hétfőn én is tájékozottam, illetve telefonon egyeztettem dr. Heidel Beátával, és abban állapodtunk meg, hogy közös megegyezéssel ezt a szerződést akkor fölbontanánk. Ez történt most itt, mivel közgyűlési döntés kell hozzá, ez történt most a közgyűlésen. Továbbá a héten tájékozottam több szervezetnél is, egyeztettem a Völgy Alapítvánnyal, ők a pszichiátriai betegeknek a nappali ellátását végzik, illetve a Magyar Vöröskereszttel is egyeztettem. Tehát a Népkonyha az meg lesz oldva, a Magyar Vöröskereszt az üzemelteti majd a Népkonyhát a Dózsa 73-75-ben, és a rászorultak ott vették igénybe. A rászorultak pedig a hajléktalanok, a pszichiátriai betegek, rokkantak, koruknál fogva rászorultak, illetve szenvedélybetegek. A szintén szóba került ugye az energiagazdálkodás témaköre. Itt milyen döntésre számított, illetve mennyire valósult ez meg? Én azt gondoltam volna, hogy itt ebben a helyzetben a közgyűlés egységesen fog dönteni, és megszavazza az előterjesztést. Sajnos ez nem történt meg.
de annyiból szerencsés helyzetben vagyok én, illetve hát a társulás, hogy a társulási döntés sem nagyon kell, mert az intézményvezető saját hatáskörébe meghozhat bizonyos döntéseket. Ilyen például Viszmajorra hivatkozva átszervezheti az intézménynek a telephelyi között a különböző ellátásokat. Neki ezt csak a szakmai programba kell utána átvezetni, amit a társulási tanács el tud fogadni. A héten én, sőt, már hónapokkal ezelőtt az intézményvezető asszonnyal már fölvázoltuk ezeket a takarékossági intézkedéseket. Ezek közé tartozott a Zrínyi 40-ből a szociális konyhának az elköltöztetése a Kodály Zoltán 10-be. Ugyanakkor az idősek klubjának a felköltöztetése a Kodály 10-be, illetve hát az időseknek a nappali ellátásának az ügyintézése az az űrhajós úti intézményünkbe kerülne át, tehát erről állapodtunk meg. Gyakorlatilag ezt az intézményvezető saját hatáskörébe végre tudja hajtani. A többi intézkedés pedig majd a menet közben folyamatosan fogjuk megvalósítani, illetve hogyha ha szükséges, akkor gondolkodunk további lehetőségekbe is.